Hát itt segély kéne. Segély? Milyen segély? Mert a haza, te magad vagy. Az első diplomám szerint tanár is vagyok. Tartani egyébként a polgármester úrtól? Nem. Mindenkit leigázni, mindenkit magam alá parancsolni és kész. Ő fel van gőgösítve egyenlőséggel. És karikást a szeretet használni, vagy forgatni? Persze. Tollakat vásárolunk, azt mondjuk a fölösleges dunnákat, párnákat, újtól, rócskattól, kacskattól, ipattól. Tavaly évben 5 gyerek volt, akit kiemeltünk családból, abból 4 volt testvér. Az utolsó friss adatok szerint 2011-ben Érpatakon a 361 gyerekből 23-at emeltek ki a családjából, tehát csak abban az évben a gyerekek 6%-át elvitték a szüleiktől. Ez arányosan akkor az országban a legmagasabb szám volt. Az utóbbi pár évben a kiemelések száma csökkent. Tehát nem az a lényeg, hogy most a biológiai funkciót betölti-e az anya, hanem az, hogy a biológiait is, az érzelmi funkciót is betöltse az anya. Mondjuk minden este mesét olvasok neki, hogy másfél éves koráig szoptatom a gyereket. Tehát az anyai érzéseket, az anyai funkciót, azt nem lehet pótolni. Persze, de azt sem pótolja, aki ez elkerül. De? Igen, de várunk egy pillanat, csak mindjárt. Hogyha nem teljesíti ezeket, amiket mondtunk, a gyermekvédelmi törvényben van benne, a testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését nem biztosítja a gyereknek, akkor mi azt mondjuk, hogy az nem család. Szakítottunk ezzel a liberális hűítő és uszító módszerrel, és mi helyette azt csináljuk, hogy fellépünk a szülők ellen, és amikor nem teljesítik ezeket a feltételeket, akkor megpróbáljuk nevelőszülőnél elhelyezni. Például kisebbség otthon, hát elviszük a gyerekeit. Jobbannak az intézetbe, mint a szülővel. Valami oknál fogva valamit kitalálunk. Szerintem országos szinten nincs annyi gyerek elvéve egy-egy településtől, mint itt. Önök ezt nem tudják megakadályozni, hogy felszólalnak hát, ellen? Hát a gyermek jól itt szolgálatot irányítja, azt mondja, ezt kell csinálni, ezt kell, és megcsinálja. 2009-ben, meg 2008-ban a kiskorú lakosságnak a 10%-át kiemelte a családból. Roma, nem roma, szegény, gazdag, mindegy, tehát 48-44 gyereket kiemelt a családból. Azzal tartja az Orosz Mihály Zoltán sakkba itt a családot, hogy elveszi a gyerekeit, ez igaz? Nem igaz? Nem, hát aki úgy gondozza a gyerekeit, hogy nem megfelelően, vagy valami probléma van a családban, erőszak vagy ilyesmi, akkor persze közbelép, de én ilyenről nem tudok, hát már 12 éve itt lakok. A legutóbbi kiemelés most júliusban történt, Szilvia két fiát vették el, és helyezték el a szomszédos településen egy másik családnál. Jó napot, a Szilviát keressük! Ő a nagyobbik, az Árpika. Hát jó, mondjuk nem sok különbség van köztük, ő meg a 4 éves, a Romeo. Mi történt igazából? Miért kellett? Annyi volt az egész, hogy a két fiú ugye összeverekedett. Hát ugye kis törzsúly különbség, mert ugye ott vannak, az a tavalyi képjük mondjuk. Összeverekedett, ugye a nagyobbikat nem tudtam róla leszedni, hiába leszedtem, csak neki ugrott. Na hát anya létemre elborult feje, adtam neki két pofot. Ami látszott itt a fülénél, hát az óvónő elráncigálta, de... Az óvónő észrevett, hogy bántalmazták a gyereket, meg volt kékülve a nyaka, és akkor orvoshoz vitték. Ugye rögtön kimentünk az édesanyámhoz, mert a gyerek testvére ugye el is mondta, hogy most idézőjelve szó szerint anya megölte, ilyen tesóját. Csak annyira alapoznak, hogy ugye a kicsit, akit kezel pszichológus is, illetve pszichiáter, és a kicsi meg rögtön rávágta, nem, anya megölte. Na de most én ezt már mondtam is az óvónőnek, mondom, figyelj már ide, Kriszti, alapból egy agyi fejlődési rendellenességgel született gyerek. Ilyen érdemleges kommunikációban nem bevonható a gyerek. De nagy pofon volt? Hát csattant. Csattant csak annyi, hogy az új nyomom látszott a fülem mögött, hát na most... És korábban is előfordult ilyesmi? Nem. De már most annyira ütötte a kicsit, hogy egyszerűen más választásom nem volt. Most én ezt mondtam Marján Petinek is, a nyomozónak, és azt mondja, hát valahol megérti, de a törvény bünteti, míg a pofont is állítólag. Egyértelműen látszott, hogy nem pofon volt, mert tehát végig lila csíkos volt a nyaka a gyereknek. Tehát a megszorítás, a fogás nyoma végül
ott volt az anyám ujjanyoma. Ilyen folytogatás. Tehát ott, ahol már hogyha ismételt bántalmazás van a családban. Szilviától már korábban elvették két gyerekét, mert bezárta és bántalmazta őket. A bíróság el is ítélte az anyát. Egy év, 6 hónap letöltendő börtönt kapott, és 4 évre felfüggesztették. Súlyosan bántalmazta a gyerekeket, leforrázta. Nekem nem csak ez a kettő van nevelőszülőnél, sajnos. A büntetést azt igazából miért szabták ki? A kiskorú életveszélyeztetés. De mi? Azért, hogy be volt ide zárva a gyerek? Elméletileg, meg ugye, hogy pelenkadresztes volt a gyerek, a lágyék baloldali 10%-ába ki volt vörösödve, ki volt neki elevenedve, és akkor azt adták le, hogy én beleültettem egy kárt forró vízbe, de a sérülése nem igazolta. Meg éheztettem, meg mit tudom én, miket így össze voltak. A szülők azok, de mondom, nem azzal foglalkoznak, hogy a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését biztosítsák, hanem a családi pótlék reményében szeretnék visszaszerezni a gyereküket a saját karmai közé, és nyilván abba a lezüllött közegbe szeretné újból, úgymond a gyermekeket visszahelyeztetni. Családi pótlékot azt most megvonták önöktől? Meg. És ez mennyi pénz volt? 62 ezer forint. Engem nem is a pénz érdekel, mert hát én úgy vagyok vele, hogy máj napig, ami nálam van, az mind a fiúkra megy, hanem nekem a fiúk hiánya, nekünk a legnagyobb fájdalom. Azon vagyunk most a legjobban, hogy mi hamarabb vissza. Jó. Kár volt azt a pofont lelőni, neki én mondtam is nekik, de az, hogy én nekem nevelőszülő nevelje a két tartós beteg gyerekemet, azt már nem fogom hagyni. Nagyon sokszor ezt elmondják, hogy a gyerek, mikor megtudja, hogy fog jönni az őt veszélyeztető vér szerinti szülő, már akkor görcsbe meg stresszbe van, olyan félelmet él át, mert nem akar találkozni se az őt veszélyeztető vér szerinti szülővel. Ma például egész végül, hogy benn voltunk a tárgyaláson, az ölembe őt le se akart szállni, ki kellett nekik menni pisilni, nem a nevelőszülőnek szóltak, hogy pisilniük kell, jöttek oda, anyu, menjünk nem pisilni, jó? Így néztek el, sírva vitték el a gyerekeket. Szét van tépve a határa. Ezt a gyertek, a keresztül esetleg. Szegyet hazugság. Persze, tudjuk. Engem ebben a legjobban a száborított fel, hogy nem a gyermek jóléti szolgálat, a drága polgármesterük. Az, mint aki hazamegy. Kamerával a kezébe, ami már működött, hát arra keltünk fel, mert aludtunk, jövök itt ki. Csorba, mint a katonák. Mert neki ez az érpataki modell, hogy ezt a videót fel tudja tenni az internetre, hogy ő milyen nagy, kemény ember volt, hogy elviszi a gyerekeket a családtól. Az, hogy a katonai terepruhába engedély nélkül ide beront, hát ez nekem végképp betetten áll a kaput. Neoliberális módszert azért is nem támogatom, mert ők azt mondják, hogy ehhez nekünk semmi közünk. Az, hogy a gyerekkel ő mit csinál a hétvégén, ő azt csinál, amit akar, senki ne szóljon bele, az a magánélete, csúnya érvelői polgármester, ez túllépi a jogkörét, és tehát ők ezt mondják. És én meg ezt mondom, hogy ez nem túllépés. Tudom, hogy személyesen megy el egy ilyen kiemeléshez is. Szilvi nyilván nem nagyon akarta ezt, tehát azt mondom, hogy teljesen minden áron ő ellenkezni akart, mert, és azt hitte, hogy ezzel ő megtartja továbbra is a gyereket. Azt elmagyaráztuk neki, hogy most de ezzel már nem tud változtatni. A határodban az van, hogy a gyereket el kell vinni, nevelőszülődésre. Ezt nem akkor kellett volna vigyázni, nem lett volna a gyerek megverve, nem lennénk itt. Tehát ez nem mi vagyunk a felelősek, hanem ő a felelős, aki megverte. Utána ugye elkezdtem kiabálni, ami miatt meg is lettem büntetve keményen. Saját házamban, hogy kiabáltam bizony. Egy hete körül kaptam egy 70 ezres csekket, fizessen ki. Hát jó, hát anya vagyok, persze, hogy nem fogom lökni a gyerekemet, hogy hát érte, ne vigyed. Hangsúlyozzuk, hogy nem elég kiemelni a veszélyeztetett környezetből, hanem a veszélyeztetett környezetet előállító és a veszélyeztetett környezetet fenntartó szülő irányába folyamatos büntetőeljárásokat kell kezdeményezni, és kőkeményen móresre kell tanítani azokat a szülőket, akik az élet legszentebb dolgával, a gyermeknemzéssel csak anyagi jólét megteremtése, vagy anyagi megélhetési szempontból törődnek, és semmilyen kötelezettségüket nem teljesítik. Az, hogy az unokát akartam egy pofont, azt elviteti a gyermek jólét.
Köszönöm, hogy a próbóra nem vagyok. Köszönöm, hogy a próbóra nem vagyok.